Kedves nézőink, különleges évnyitóra került sor tegnap az Ajka Rendeki Német Nemzetiségű Általános Iskolában. Vörös Márta Mihály szellemiségéből merített fejezem a gondolataimat. A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek. E gondolatok jegyében szeretném átmondani az új elnevezést megjelenítő névtáblát az intézmény vezetőjének, hogy az épület homlokzatán elérve hirdesse a régi érzékekre alapozott új kezdetet az intézmény életében. Különleges volt az idei évnyitó az Ajka Rendeki Német Nemzetiségi Általános Iskola számára. Miért? A Német Nemzetiségi Önkormányzat kérésére, illetve javaslatára nagyon régóta beszélünk arról, hogy meg kellene változtatni az iskola nevét. 1945 után az iskolák elsősorban a települések, illetve a nagyobb településeken lévő iskolák számok szerint voltak elnevezve. Aztán jött a következő időszak, amikor híres embereket kerestünk, és híres emberekhez kötöttek az iskolák. Így lett a Rendeki Iskola, Simon István Iskola. Abból a meggondolásból kiindulva, hogy Simon István Veszprém megyei költő, aki az egyszerű emberek életéről nagyon szép verseket írt, és itt lakik a közelben. Az utóbbi időszakban, miután az iskola német nemzetiségi iskola lett, felmerült az igény az önkormányzatban, hogy az elnevezést változtassuk meg, hiszen a környékbeli intézmények szintén helyiek, illetve nemzetiségi elnevezéssel rendelkeznek. A hosszas egyeztetés után az derült ki, hogy Lassóber Mária az, aki talán legközelebb áll a településhez, az idősebb emberekhez, és így választottuk ezt az elnevezést. Mit kell tudni róla? 1912-től 1947-ig tanított az iskolában, igazi néptanító volt. Azon kívül, hogy a szívén viselte a nemzetiségi oktatást, a német nyelvet, a hitoktatást, a vallást és az erkölcsöt. Amellett néptanítóként nagyon nagy gondot fordított arra, hogy a gyerekek megfelelően tisztálkodjanak, megfelelő napirendjük legyen, amennyire lehetett ez abban az időszakban, és mindenféle nevelésükre odafigyelt az oktatás mellett. Hogy indul most az Ajka Rendeki Iskola számára a tanév? Hány elsős diák iratkozott be? Nagyon büszkén mondhatom, hogy ilyen téren jól indult, hiszen 21 elsős tanítványunk van. Remélem, hogy jól fogják érezni magukat, és ügyesek, és kedvesek, és okosak lesznek, mint az összes kis elsős. A felső tagozattal együtt most 133-an vagyunk, és ez egy jó létszám most már. A névváltozás mellett változik-e valami más is az iskolában? Hát személyi változások vannak, akik elmennek, és vannak, akik érkeztek az iskolába. Egyrészt bízom benne, hogy nagyon-nagyon jó kollégákkal tudjuk az új évet kezdeni. Másikrészt azért van egy olyan sóhajom, illetve jó lenne, hogyha kevesebb óraadó tanár lenne, és több főállású pedagógussal rendelkeznénk. A diákok, illetve a gyerekek délutáni foglalkoztatására mennyire megoldott a Rendeki Iskolában, hiszen tudjuk, hogy a törvény előírja, hogy 16 óráig a gyerekeknek benn kell tartózkodni az iskolában. Hát ez két oldalú, mert az egyik része a szülői igény, és azért Rendeken nagyon-nagyon sok olyan szülő van, aki nem is igényli, és nem is szeretné, hogyha ilyen sokáig bent lenne, hiszen amint hazaérnek a munkából, szívesen látják, hogyha gyerekek otthon vannak és foglalkoznak vele, illetve másmilyen foglalkozásokra viszik.
A másik rész a lehetőség, hogy a nagy létszámnövekedés ellenére semmiféle személyi fejlesztést nem tudtunk végrehajtani, úgyhogy a kötelező feladatainkat épp hogy el tudjuk látni. A tavalyi évben többször is beszámoltunk arról, hogy különböző versenyeken a diákok nagyon szép eredményeket értek el. Készülnek különböző versenyekre az idei tanévben is? Természetesen nagyon büszkék vagyunk arra, hogy kisiskola ellenére nagyon sok szép eredményünk született a tavalyi évben. Bízom benne, hogy ez ugyanígy fog működni az idén is. Ez a szülőknek, a pedagógusoknak és a gyerekeknek az együttes munkájának köszönhető.